Igen. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó végre egy újabb barangolás Európában rész lesz, ugyanis sikerült kiolvasnom egy újabb könyvet hozzá. Végre valahára, most pedig egy lengyel szerző által írott könyvről fogok beszélni, és ezzel kicsit behozom az egész sorozatot is, mert most elolvastam végre Andrzej Sapkowski-tól a Viharidőt, ami a Vaják sorozatnak az egyik előzmény története, és azért nem csináltam eddig a barangolás Európában hoz a Vaják sorozatról, ugyebár videót már, hogy ide tartozhatott volna, és igazából megcsináltam volna egész nyugodtan, csak hát már azért viszonylag régen olvastam a sorozatot, és frissebb élményről jobb beszélni meg, hogy így kicsit aktuálisabb. De most itt van, elolvastam ezt a kis előzménytörténetet, úgyhogy most már beszélhetek így általánosságban az egész sorozatról, de azért erre a könyvre fogok most rá koncentrálni. Hát ez a Vaják sorozat, meg ez is, amiben ezt beletartozik, ez egy ilyen középkori fantasy, tipikus fantasy igazából, azt lehet rá mondani. És azért fogok általánosságban a sorozatról beszélni, mert ez a kötet, ez speciál pont tartalmaz ilyen spoileres dolgokat, nem sokat, tehát annyira nem spoilerezi le magát a fő sorozatot, de azért van benne egy-két dolog, ami utal a sorozatra. Úgyhogy így általánosságban fogok beszélni a sorozatról. Aztán egy kicsit jobban erről a könyvről. Szóval a sorozat maga egyébként egy Geralt nevű szemét követ le, aki egy vaják, vagyis ő egy ilyen szörnyölő ember, szuper ember, nem teljesen emberi mutáns, és hát részben az ő kalandjait követi le a sorozat, de igazából tőle indul ki, és utána egy több szereplőre szétágazik a cselekmény, mert egyszerre van olyan, hogy több szereplőt is követünk, ahogy halad előre a történet, de a központi motívum az természetesen Geralt, mert azt nem így kell kimondani a nevét, mert nem vagyok benne biztos, mert nem tudok lengyelül, és a lengyel kiejtéseket annyira nem vágom így a könyv kapcsán, tehát hogy így néha szembesülök, hogy egy nevet, amit én valahogy mondtam az egész sorozat alatt, ezt tök máshogy kell mondani, de nem baj. Szóval lényegében nagyon tömören így ez a történet, hogyha egy kicsit spoileresebbe átmehetek igazából utána a későbbiekben, úgy körülbelül a rendes egyes kötet és nem az előzmény történeteket tartalmazó novellás kötetszerűségekről beszélünk, akkor megismerjük Cirit, akit Geralttal összeköt végül is a sors és az egész kalandozás sorozat, ami a sorozatban megy végig, az azért indul el, mert Geralt próbálja megtalálni Cirit, aztán meg, igen, megtalálni Cirit. Tehát, hogy ez lenne így a fő lényege a sorozatnak, és ekkor épül fel minden egyéb. És akkor ez az első kötet. Első. Mindig azt akarom mondani, hogy első, de amúgy nem, mert ez a nulladik kötet, tehát ez egy előzmény kötet. És az ilyen előzmény köteteknél mindig felmerül, hogy érdemes-e, vagy lehet-e elolvasni a fő sorozat előtt. Én erre most azt mondanám, hogy inkább ne olvassuk el a fősorozat előtt, mert a legutolsó könyv végét azt ellövi. Így valahol a vége felé, valahol itt nem tudom, körülbelül ezen a tájékon van benne egy kis utalás az előző, vagy a hetedik rész végére, és az azutáni történtekre. Úgyhogy ebből a szempontból annyira nem ajánlatos, meg talán a másik kötetekben kicsit jobban bevezetik azokat a karaktereket, akik ugye ebben is föltűnnek, és onnan ugye én most így azért nagyjából kapizsgáltam a neveket, meg ezeket, meg hogy ki kicsoda. De lehet, hogyha nem olvastam volna az eredeti hét könyvet, csak egyből ezt, akkor lehet, hogy kicsit néztem volna, hogy egy-két karakterem úgy mit keres itt, szóval szerintem ezt érdemesebb a Vaják sorozat végén olvasni. És ebben a kötetben, ugye ez még a Vaják sorozat előtt játszódik, jóval, és igazából az a fő cselekmény szál, hogy eltűnnek Geralt kardjai, a vaják kardok, ami kicsit megnehezíti számára a dolgokat, mert hogy ő egy vaják, és azzal a két karddal kellene neki ölnie a szörnyeket, és azok ilyen nem olyan könnyen beszerezhető tárgyak, szóval igen, kicsit problematikás a dolog. És ezeket próbálja meg visszaszerezni, és közben különböző irányokba elterülődik, de aztán
ugye mindig ugye visszatérünk oda, hogy keresi még mindig továbbra is a kardokat. Kicsit nehéz a vaják sorozatról beszélni, hogy ne nagyon spoilerezzek, tehát, hogy ilyen külön részletekben amúgy nem akarok belemenni így a könyv kapcsán, mert így egy folyamat az egész, meg hát a véleményem továbbra is ez a sorozatról, hogy nagyon szeretem, és nagyon jó volt visszatérni most így, hogy ugye egy 2 év után olvastam most ezt a kötetet, tehát 2 évvel ezelőtt olvastam a vaják másik részeit. És jó volt így visszarázódni ebbe a történetbe, meg így nagyjából tényleg rémlettek is a dolgok, tehát így kicsit aggódtam, hogy nem fogok emlékezni kb. Semmire, ami a korábbi kötetekben történt, de szerencsére nem így volt. Még a nevek is ismerősek voltak, amik ilyen nem túl fontos nevek voltak, azok is. Mondjuk a vaják sorozattal mindig is volt egy ilyen kicsi annyi problémám, hogy hát ugye én ezeket angolul olvastam mind a 7 részt, és szerintem az alap 7 könyvnél ott vannak részek, amiket annyira nem értettem meg annyira nem nagyon foglalkoztam így a külön fordításukkal, hogyha találtam olyan szavakat. És annyira össze is folynak az események bennük, hogy már nem tudom elkülöníteni, hogy melyik kötetben mi történt. Most speciál erre pont emlékszem, hogy ebben az egy kötetben mi történt, mert ez még elég friss, ezt most fejeztem be nemrég. A sorozatról, meg még így erről a könyvről is igazából így, amilyen általánosabb tudnivaló lehet esetleg, hogy hát én is eleve azért 2 okból kezdtem el olvasni a vajákokat. Az egyik, hogy láttam a videójátékból így egy részletet, és utána megtudtam, hogy ez könyv alapján készült, és mondtam, hogy ez tök jó, akkor el tudom olvasni az eredeti könyv alapanyagot, és akkor megtudom a sztorit, mert eleve az ilyen videójátékoknál mindig a történet az, ami érdekel, hogy nem a kardozós részek, hanem konkrétan a történet, meg ugye a világépítés, meg ezek. Úgyhogy nagyon jó, hogy ezek könyv alapján készültek, mert így el tudtam olvasni. És másik dolog, hogy hát akkor azért még azért benne voltam a trónok harcás fázisomban, mert akkor nagyon rájöttem, hogy amúgy a fantasyt azt valószínűleg nekem találták ki, hogy azt többet kellene olvasni, azért is nagyon jó volt ez a könyv. És hát ugye a trónok harcás már azóta elmúlt szerelmem, de akkor már mulandóban volt egyébként. Amiért is jó volt, mert hogy hasonló karibelű, ugye, mint a trónok harca, tehát, hogy ott van a kis világunk, és ott bennek ezek a véres összeesküvések, dolgok hasonlók, tehát mondanám, hogy hasonló, mint a gyűrűk ura, de azért annyira nem hasonló, mint a gyűrűk ura, mert úgy hangulatilag a gyűrűk ura az egészen más, ez is más, tehát nem azt mondom, hogy olyan, mint a trónok harca, mert ebbe ugye szörnyek vannak, meg varázslat, meg ilyenek a trónok harcában, annyira ez a része nincs. Nem ilyen rész van, hanem ott konkrétan a házak közötti konfliktusok. Itt meg varázslat és a varázslók, mágusok, összeesküvések, öldöklés, vér, rengeteg vér, tehát elég durva dolgok történnek ezekben a könyvekben, úgyhogy erős idegzetűeknek ajánlott, vagy azoknak, akik gyenge idegzetűek és hajlandóak kicsit megerőltetni magukat, mert én sem szerettem annyira az ilyen részeket, de amúgy átverődtem magam a könyvem. Igen, hát meg elég sok felnőtt tartalom is van bennük. Ha valaki még esetleg nem olvasta volna a vaják sorozatot, én azt mondom, hogy itt az idő, főleg, hogyha az illető szereti a fantazit, főleg az ilyen karibelű fantazit, mint amiről most beszéltem, mert ezek nagyon jó könyvek, és én nagyon szeretem őket, és nagyon érik egy újraolvasás, ezt most nem olvasom újra egy ideig, de az eredeti 7 könyvet újra kellene, mert régen olvastam, és szerintem annyira azért nem figyeltem oda egyes helyeken, de nem baj, most plusz info jön majd idén, évvégén a Netflixes vaják sorozat, amit most már nagyon várok, amire egyébként nem izgultam rá annyira, mert úgy voltam vele, hogy inkább nem, hát ha rossz lesz, de most már kijött az első trailer, azt ide be is linkelem, ide föntre, és most kicsit elkezdtem izgulni miatta, és már csak azért is újra kellene olvasnom a könyveket, hogy jobban képben legyek, és tudjam, hogy mi az, ami nem volt benne a könyvekben, vagy változtatás a sorozathoz képest, meg hogy kicsit jobban betekintésem legyen, mert már hiányos a tudástáram. De az a sorozat kijön, az biztos, hogy amint időm lesz, azt így egy húzamba fogom végignézni. Legalábbis remélem, hogy elég jó is lesz ahhoz, hogy így egy húzamba végig akarjam nézni. Szóval, vaják, és akkor most már ez volt a harmadik barangolás Európában rész, már hasítok ezerrel. Nem tudom, mikor jön a következő, mert ehhez a sorozathoz a könyveket nagyon lassan és hézagosan olvasom. Szóval fél évente kb. Egy videót produkálok ebbe a sorozatba, nem baj. Lassan, de biztosan haladok, úgyhogy most már megvolt.
Finnország, Svédország és Lengyelország. Lengyelország. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!